Üdvözlöm a nézőket! A Kárpátaljai Magyar Nyelvérettségi bemutatása következik. A 2016-17-es tanévben a Kárpátaljai Középiskolákban a magyar nyelv érettségi vizsga követelményrendszere megújult, kidolgozásra került a magyar nyelv érettségének és vizsgának egy olyan leírása, amely nagyban kompatibilis a magyarországi középszintű magyar érettségivel. Így, amellett, hogy a magyar iskolába járó gyerekek végre magyarból is érettségizhetnek Kárpátalján, sikerült elérni azt is, hogy a kárpátaljai magyar gyerekek magyar nyelv érettségi vizsgáját megfeleltessék a magyarországi magyar nyelv és irodalom középszintű érettséginek. A változás egyik fontos célja, amellett, hogy a használható és kurens tudásra alapoz, hogy a kárpátaljai magyar nyelv érettségi és a magyarországi magyar nyelv és irodalom középszintű érettségi valamilyen szinten hasonló legyen, gondolok itt a feladatok felépítésére és a vizsga tartalmára. Ennek köszönhetően Kárpátalja e téren sem lesz lemaradva az anyaországtól és más határon túli régióktól. Az érettségi feladatok kompetencia központú feladatok, szövegértési, szövegalkotási és műalkotási feladatokat tartalmaznak, ugyanis a többség számára az a fontos, hogy hétköznapi szituációkban helyesen tudjanak értelmezni szövegeket, valamint gyakorlati helyzetekben a megfelelő szituációhoz illő szöveget tudják elkészíteni. A középszintű vizsga ezért egy szövegértési feladatot, egy gyakorlati szövegalkotási feladatot, valamint egy műértelmezést tartalmaz. A szövegértési feladatok mindig hétköznapi, főként ismeretterjesztő szövegeken alapulnak. Ezekhez kapcsolódnak, nem pedig szépirodalmi szövegekhez. A vizsgán egy 100 pont értékű feladatlapot kap a tanuló, és meghatározott idő áll a rendelkezésére ahhoz, hogy ezt a feladatlapot megoldja. A feladatlap első feladata egy szövegértési feladatsor, a második feladata egy érvelés vagy gyakorlati szövegalkotási feladat, és ezt mindig a tanuló dönti el, ez a tanuló választásától függ elsősorban. Az érvelés 3-5 érvel alátámasztott állásfoglalást kíván maga után valamely közéleti, kulturális vagy életmódbeli kérdésben. A gyakorlati szövegműfaj gyakorlati szöveg alkotására ösztönzi a tanulót megadott műfajban, témában és megadott kommunikációs tényezőkkel. A szöveg műfajai a következők lehetnek. Motivációs levél, hivatalos levelek, gondolok a kérvényre vagy a panaszos levélre. Hozzászólás szövege is lehet megadott műfajként ebben a kosárban, vagy vitaindító szöveg, nyilvános beszéd szövege, például kampánybeszéd, ünnepi beszéd, akár egy ballagási ünnepi beszéd megírása is a feladat megoldása lehet ebben az esetben. Ajánlás, programterv szövege, publicisztikai műfajok, esszé, riport, glossza, valamint az önéletrajz fajtái is lehet a megadott műfajok között. Mindkét választható feladat tartalmazhat rövid gondolatébresztő szöveget vagy szövegrészletet, ez sosem árt. A feladatlap harmadik feladata az egy műértelmező szövegalkotás. A vizsgázó feladata ebben az esetben egy szépirodalmi stílusú szöveg vagy szövegrészlet, problémaközpontú értelmező bemutatása vagy adott szempontú értelmezése. A feladat bázis szövege lehet lírai alkotás, szép prózai mű vagy műrészlet, drámai műrészlet, bármely korszakból és stílusból. Jelen formájában a magyar nyelv érettségi vizsga a kárpátaljai magyar iskolákban azt kívánja mérni, hogy hogyan boldogulnak az érettségizők az anyanyelvükön különböző valós nyelvhasználati szövegértési és szövegalkotási szituációkban. Rendelkeznek-e a megfelelő kommunikatív kompetenciával, valamint képesek-e használni anyanyelvüket a megadott helyzeteknek megfelelően. Ugyanis az anyanyelvben való otthonosság érzése csak így érhető el. Ez az otthonosságérzet, az anyanyelvi magabiztosság pedig egyik elengedhetetlen feltétele az anyanyelv megmaradásának. Az elhangzott információk mellett fontos megemlíteni, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola magyar nyelv felvételi feladatsora ugyanezt a mintát alapul véve készül, úgyhogy felvételizzetek bátran. Most pedig következzék a feladatsor részletekbe bocsátkozó gyakorlati bemutatása a magyar szakos hallgatóink segítségével. A vizsgán a következő segédeszközöket használhatjátok.
helyesírási szótárt, ebből tantermenként 4 lehet, szöveggyűjteményt, szemelvények gyűjteményét, a feladatok kidolgozásával kapcsolatos más segédanyagokat, például internetes oldalak nyomtatott változatát, művelődés történeti térképet, albumot és értelmező szótárt. Az egyes feladatokra adható pontok megoszlását a javítási értékelési útmutató tartalmazza. Minden feladatlaphoz tartozik javítási értékelési útmutató. Az útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi elemeit. A feladatok értékelését nem befolyásolja az értékelő személyes értékítélete, valamint az sem, ha a tanuló megfogalmazott véleménye eltér az általánosnak tekintett véleménytől. A javító tanár mindegyik feladatban jelöli a helyesírási hibákat. A feladatlap első részének a szövegértési feladatsornak a javítása és értékelése. A feladatsor maximális pontértéke 40 pont. Az elfogadható válaszok tartományát, illetve az adható részpontokat a javítási értékelési útmutató tartalmazza. A javító tanár a dolgozaton feltünteti a részpontszámokat, illetve az összpontszámot. A feladatlap második része érvelés vagy gyakorlati szövegalkotási feladat. A feladatsor maximális pontértéke 20 pont. A tanulónak csak az egyik feladatot kell választania, a választását jelölnie kell. A javító tanár csak a választott feladatot pontozza. A javítási értékelési útmutató közli mindkét feladat megfelelő elvárt elemekért adható részpontszámait. A javító tanár a dolgozatban feltünteti a részpontszámokat, valamint az összpontszámot. A feladatlap harmadik részének a műértelmező szövegalkotásnak a javítása, illetve értékelése. A feladatsor maximális pontértéke 30 pont. A javítási értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi elemeit. Az ettől eltérő minden jó megoldás is elfogadható. A minősítés során 3 szempontot vesznek figyelembe, a tartalmat, a szövegszerkezetet, illetve a nyelvi stílust. 2017 óta Magyarországon is jutalmazzák a helyesírást, nem pedig levonnak érte. Ennek értelmében a kárpátai magyar érettségi során 10 pont szerezhető. A helyesírás szabályainak 12. kiadása alapján való megfelelés szerint értékeljük. Ha a dolgozat nem tartalmaz helyesírási hibát, akkor 8 pont részpontszámot ér. Minden a dolgozatban jelölt helyesírási hiba pontlevonást jelent. Egy jelölt helyesírási hiba 1 pont levonást jelent. Egy központozási hiba 0,5 pont levonást jelent. Az íráskép a szöveg rendezettségét, olvashatóságát jelenti a forma kulturáltsága szerint. Megfelelő íráskép esetén 2 pont adható. Az alábbi táblázatban pedig az írásbeli dolgozat pontszámainak a megoszlását láthatjuk. Jó napot kívánok, Himinec Anita vagyok. Ma pedig nézzük meg az érettségi feladatsor harmadik egységét, mégpedig a művészi szövegalkotást. A feladat szövege az alábbi képen szól. Értelmezze az alábbi verset, tehát itt Várjú Fábián László Útban Törökország című versét fogjuk elemezni. Az elemzésben térjen ki arra, hogy a kisebbségi léthelyzetben hogyan változik meg a világlátás és az én kép. Hallgassuk meg a verset. Vári Fábián László, Útban Törökország felé. Mindkét hazából kiárvulva, csak hitünkben töretlenül, lelkünk holdfehér vásznaira Isten árnyéka nehezül. Alattunk reménnyel ringó gáján pogány föld felé futunk, hol a patróna glóriáját ölti magára jó úrunk. Otthon zsibbadást hord az ájer, a vetést véreső veri, elhullatják virágaikat az akasztófák ágai. Hatalmas hittel hisszük mégis, hamarost lesz majd visszaút, és a tengertől visszakapunk lobogót, várfalat, falut. Vágyódik ezért a szemgolyó a gyertyafény homály után, verejtékezve áll a kéz a körbevándorló kupán, s mikor minden vérlobbanás testmeleg indulat hevít, dacsal recsenti szét a szó a fogak porcelányait. Hasítsd meg, uram, az egeket! Kell most nagyon az áfium! Végtagjainkba szegeket veret az evangélium, s mert Pilátus kezeit mossa, álmain csak átsuhanunk. De az árboc keresztről újra feléd fordul ábrázatunk.
eljő ím új bor ünnepe is. Úr asztalánál nem várnak ránk. Szánk szögletén csöndes patakban szakadni kezd a mi atyánk. Ármányos félhomály szállja meg a hajósok szemgödreit, sodorják felénk a fellegek drinápoly karcsú tornyait. Tehát a hallott verset két szempont szerint fogjuk elemezni. Az első lesz a tartalmi, a második pedig a formai rész. Először is kezdenénk akkor a tartalmi résszel, a tartalmi egységgel. Itt röviden át fogjuk tekinteni az írónak az életrajzát, a mű történelmi hátterét, majd pedig párhuzamba hozzuk több irodalmi művekkel. Tehát maga Vári Fábián László, ő kortárs kárpátai magyar költőnk. Műfordítói és néprajzi munkái kimagaslóak. A Tiszaullak településén született 1951. márciusában. Az elemi és a középiskolai végzettségét követően az Ungvári Állami Egyetem bölcsészkolára nyert felvételt magyar nyelvs irodalom szakra. Az itt eltöltött évek alatt tevékeny tagja volt a Forrás Stúdiónak, amelyet Kovács Vilmos vezetett. Ez a stúdió tagjait bizonyos retorziók érték, így Vári Fábián Lászlónak is el kellett, hadseregbe kellett vonulnia. Az itt eltöltött éveket pedig a Tábori Posta című regényében fogalmazta meg, ahol a nemzetiségek egymás mellett való létét fogalmazta meg a műben. Továbbá tevékeny tagja a Magyar Írószövetség Kárpátai Írócsoportjának, illetve az Együtt című irodalmi folyóiratnak, aminek a szerkesztő bizottságának is az elnöke. Ez, amit még róla tudnunk kell, hogy a KMKS-nek alapító tagja és alelnöke is volt. Továbbá, mint néprajzkutató, Kárpátalja Balada kincseit kutatja jelenleg is, és PhD fokozatát is ebből szerezte a Debreceni Egyetemben. Mint magyar nyelvs irodalomtanár először a Mezővári középiskolában oktatott, majd pedig a II. Rákóczi Ferenc Kárpátalja Magyar Főiskolán dolgozott. Munkásságát több díjjal is jutalmazták, ebből kettő legfontosabbat szeretnék megemlíteni, a Ballasi Bálint emlékkardot és a József Attila díjat. Jelenleg Váriban él és alkot. Költészetéről, Vári Fábián László költészetéről azt kell tudni, hogy a nemzeti hagyomány, a nemzeti történelem és a nemzeti kultúra voltak a mérvadói. Munkásságában megszólal a kisebbségi lét és az ezzel járó létkéréseknek a megfogalmazása is. Továbbá több művében is visszafordul a múlthoz. Tehát ezáltal fejezi ki a jelenkor embereinek az életérzését, amit megfigyelhettünk az Útban Törökország felé című versben is. Tehát a mű egy történelmi múltra, történelmi nagy eseményre tekint vissza, mégpedig a Rákóczi szabadságharcra. A Rákóczi szabadságharc az 1703 és 1711 között volt, aminek a vezére Rákóczi fejedelem volt. Az oszmán birodalom alól felszabaduló Magyarországnak az első jelentős szabadságharca volt a Habsburg birodalom ellen. Tehát ugyebár a Rákóczi szabadságharc vesztes véget ért, és a szabadsággal záró eseménye volt a szatmári béke. Mivel Rákóczi fejedelem elindult újabb szövetségeseket keresni, mivel érezték azt, hogy maga a szabadságharc már úgymond a végét járja, ezért távollétében Károly Sándort bízta meg a hadi főparancsnoksággal, aki Pálffy Jánossal egyetemben megkötötte a szatmári békét. Magának a szatmári békének, szatmári béke azt foglalta össze, hogy a mihabarabbi alkotmányt visszaállítsák, egy vallásszabadságot biztosítjanak, és az országgyűlés mihamarabbi összehívását, illetve amnesztiát ígért a szabadságharc résztvevőinek. Rákóczi fejedelem, mint hazafi, ő nem fogadta el ezt az egész amnestiát, ezt az egész kegyelmet, ezért hazafiasságból ő vállalta a számüzetést. Számüzetés évei alatt több országban is megfordult, ez volt Lengyelország, Franciaország és majd Törökország. Törökországba III. Ahmed szultán meghívása által került.
mivel az akkori szultán éppen hadban állt a Habsburgokkal, és ezért szerette volna egy belső meggyengítés által még jobban az ő fölényét kerekíteni, ám ez nem igazán sikerült. Tulajdonképpen magának a verse, tehát Vári Fábián László Útban Törökország felé című verse pont ezt a dátumot, ezt a momentumot említi, amikor is Rákóczi fejedelem harmadik Ahmed szultán meghívására Törökország felé vette az irányt. Mint ahogy említettem, több hazafi is volt Rákóczi fejedelemmel, ilyen volt, aki követte őt, Mikes Kelemen. Mikes Kelemen ő magyar írónk, és azért fontos megemlíteni, mert ő a bujdosoknak az életét, tehát a száműzötteknek a nehézségeit, gyötrelmeit, fájdalmait, a honvágyait, mind ezt a Törökország élevelek című művében foglalta össze, amelyben, amit az előbb is említettem, a száműzetés éveit, nehézségeit, megpróbáltatásait foglalta össze. És visszatérve a versre, Vári Fábián László Útban Törökország felé című verse alatt található egy dátum. Ez az 1717. szeptember 17 és 21-e. Maga az említett momentum az előzőhöz kapcsolódik. Ekkor indult maga fejedelem ebben az időszakban, ezekben a napokban Törökország felé. A vers a hatalon túli magyarok sorsát állítja párhuzamba Rákóczi és kíséretének a sorsával. Olyan problémákra világít rá ebben a műben Vári Fábián László, amelyekkel a kisebbségi léthelyzetben élő ember is küzd. Ezek az önazonosságtudat, a kisebbségi léthez és a léthelyzethez való illeszkedés, aztán a szülőföldhöz való ragaszkodásnak a megvallása, illetve vállalása, továbbá a megmaradásnak a dilemmái is. Tehát a vers nem csak akkor hangulatával kelt bennünk egyfajta varázslatos érzést, hanem azzal, hogy Rákóczi fejedelemnek a sorsába belehallik a szétszóródott magyarságnak az otthontalansága is, amelyet az alábbi sorokból olvashatunk ki. Mindkét hazából kiárvulva, csak hitünkben töretlenül. Tehát a kiárvultnak, a bújdosónak, a kisebbségi léthelyzetben élő ember számára az egyetlen emberi tartás adó pontja, az nem más, mint a hit, az Isten. Lelkünk holdfehér vásznaira, Isten árnyéka nehezül. Hatalmas hittel hisszük mégis, hamarost lesz majd visszaút. Hasítsd meg, Uram, az egeket, kell most nagyon az áfium. S mert Pilátus kezeit mossa, álmaink csak átsuhanunk, de az árboc keresztről újra felét fordul ábrázatunk. Tehát a versben továbbá megjelennek a mindennapok, a mindennapi nehézségek, a kisebbségi léthelyzetben élő embernek a dilemmái, nehézségei, amelyet az alábbi sorokból olvashatunk ki. Otthon zsibbadást hord az ájer, a vetést véreső veri, elhullatják virágaikat az akasztófák ágai. A vers a reménytelenség érzését kelti, ám ebből a reménytelenségből is kihallani látszik maga a remény. Tehát egyfajta örök bizakodás, bizonyos vágy egy jobb élethelyzet, egy jobb lét után. A tengertől visszakapunk lobogót, várfalat, falut. Vágyódik ezért a szemgolyó a gyertyafényhomály után, verejtékezve áll a kéz a körbevándorló kupán. Tehát a kisebbségi sorsban a szerző meglopottnak érzi magát, akitől elvették az egyetlen dolgot, ami őt meghatározta, tehát ő ezért kiárvulva pogány földön kénytelen boldogulni. Aztán a versnek a hangulata úgymond a sorsfestettség érzését kelti bennünk hallgatókban és olvasókban, de mégsem egyfajta ilyen belenyugvás hallik ki a versből, hanem magának a költőnek a dacos és indulatos magatartása. Dacsal recsenti a szó, patakban szakad a mi atyánk. Továbbá a kifosztottság és a remény kettősége is érezhető a vers soraiból.
Hasítsd meg, Uram, az egeket, kell most nagyon az áfium. Végtagjainkba szegeket veret az evangélium. A vers zálata nem kelt bizakodó hatást, hanem inkább egy lehetséges énképvesztésnek a riasztó képe merül fel, s mindezt a történelem úgymond párfordulatainak köszönhető. Ármányos félhomály szállja meg a hajósok szemgödreit, sodorják felénk a fellegek Drinápoly karcsú tornyait. Tehát a versünk több irodalmi művel is párhuzamba vonható. Elsőként említeném meg Vörös Marti Mihály Szóza című költeményét, amely a nemzethalál víziójával állítható párhuzamba. Vagy jönni fog, ha jönni kell a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll, s a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember millióinak szemében gyászkönny ül. Másodiknak szeretném megemlíteni Kölcsei Ferenc himnusz című költeményét, amely az istenfélő bizakodással kelt párhuzamot. Isten áld meg a magyart, jókedvel, bőséggel, nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel. Szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának, nyújts feléje védő kart, tengerén kínjának. Tehát a harmadik párhuzamba állítható mű, az nem más, mint Homérosznak az Odüsszeia című műve, amely nem mással, mint Odüsszeusznak a bolyongásával. Tehát azt tudjuk, hogy Odüsszeusznak az Istenek akaratából 10 évig bolyongania kellett, ezért őt különböző, úgymond fájdalmak érték, tehát a hazaszeretet, a honvágy, a haza iránti sóvárgás voltak érezhetőek az ő életében. Most pedig a formai elemzés következik. Az első verszakban egy hajó képe vetül elénk, tehát egy ringó gálya, amely a kényszerű útra kelést jelképezi. Alattunk reménnyel ringó gáján, pogány föld felé futunk, hol a patróna glóriáját ölti magára jó urunk. Az utolsó sorokban feltűnne Drinápolynak a tornyai, tehát ez a kényszeredett megérkezést, a nem vágyott megérkezést akarják jelenteni. Ármányos félhomály szállja meg a hajósok szemgödreit, sodorják felénk a fellegek Drinápoly karcsú tornyait. Képi világát tekintve a vers igen gazdag. Elsőként említeném meg a hajónak a metaforáját. Tehát itt a kényszerből idegenbe száműzött léleknek a vívódásait, a hányattatását jelenti. Továbbá, amit a megváltozott létállapotban, egy megváltozott helyzetben tűnik ki. Aztán még megfigyelhető a hajósnak a metaforája. Tehát itt magára a költőre kell gondolnunk, de közvetve minden bújdosóra, tehát Rákóczira és a számzatban élő emberekre. Aztán magának a hajós metafora az nem más, mint a hazatérni vágyó embernek a toposzát jelenti. Tehát itt ismét gondolhatunk Odüsszeuszra. Aztán a mű verselését tekintve 3 ütemű 9-es és 2 ütemű 8-as sorok váltakozása jelenik meg a versben, amit az alábbi verszakokban is észrevehetünk. Továbbá a vers rimmelését tekintve félrimmekből tevődik össze. Ez megemlíteném még itt azt, hogy Vári Fábián Lászlónak az egyik kedveltebb költő, vagy megnevezett költő elődje volt Ady Endre. És Ady Endrének is a kedvelt rim technikája, ez a félrímes verserés volt. És itt gondolhatunk arra, hogy egyfajta tisztelgés, tisztelet kifejezése a nagy költő előd iránt. Aztán a versben alliterációk, azaz betűrímek is megjelennek, ezek az alábbiak. A vetést véreső veri, hatalmas hittel hisszük mégis, szánk szögletéről szakadni kezd. Tehát összegezve elmondhatjuk azt, hogy az első, a második és az ötödik verszak az kijelentéseket tartalmaz. Tehát itt jelenik meg a szomorú, a megtört lelki állapot. Aztán a versnek
a közepet, tehát a harmadik és a negyedik verszaka, az ez a kulminációs pont, ahol a megtört, zaklatott érzelmi állapot kifejezése jelenik meg.